Köszöntöm kedves nézőinket! A mai ismerősben Csaba Derzsel, a fiatal városi főépítésszel fogunk beszélgetni. Szerbusz, Derzs! Szia! Köszönöm a lehetőséget! Na hát ugye engem első hallással neved meg is zavart. Ugye Csaba Derzs, azt hinni az ember, hogy egy külföldön élő szülőknek a gyerekeiről van szó, tehát hogy így megcserélted a kettőt és a Csaba a keresztnevet, de ugye nem így van. Honnan jön ez a Derzs név? Folytattál az ügyben kutatásokat? Hát megnéztem még egyszer, benne vagyok az utónév szótárban, tehát egy rendes magyar névről van szó, de egyébként az egész életemet végigkísérte ezt. Tehát volt, hogy elvitt a rendőrségbe, mert azt hitték, hogy átverem őket. Különösen, amikor mondtam, hogy a kis szkókub, akkor a kis szkókub ülőbe laktam, és ez úgy tűnt, hogy szigetvári kalauznak ez túl sok volt. Hát nem hitte el, hogy én egy létező személy vagyok, egy létező diák. 16 éves voltam. Hát igen, nem egy mindennapi névről van szó. Mikor döntötted el, vagy mikor kezdett el érdekelni az, hogy te építész leszel? Hát eléggé utolsó pillanatban, mert én spec kémiára jártam, tehát kémia tagozatos osztályba jártam, a Kromek tanár úrnak a diákja voltam, és tulajdonképpen... Melyik gimnáziumban? Nagy Lajos. És hát utolsó évben jöttem rá, hogy tulajdonképpen nem akarok kémikus lenni, se fizikus, és akkor így utolsó pillanatban beadtam a felvételimet az építészkarra. És akkor először nem is vettek fel, aztán egy évre rá vettek fel. Uh-huh. Tehát volt egy kis kitérő. Csak a Pollák volt képbe? Műszaki Egyetemre is beadtam a felvételimet, de aztán a Pollákon maradtam végül. Hogyan alakultak a tanulmányaid? Ugye, hogyha felvettek a Pollákra, elkezdted, sőt közben szeretted meg magát a szakmát? Igen. Hát volt már egy fajta elkötelezettségem, én nagyon szerettem rajzolni mindig is, és nagyon, egyrészt a édesapám is építész, meg úgy építészkörökben mozogtam, és már tulajdonképpen előtte tudtam, meg előtte szerettem, meg úgy éreztem, hogy ez egy olyan szakterület, ami egyrészt ennek a grafikai kreativitásnak, meg ennek a fajta mérnöki gondolkodásnak egy elegye. De talán nem volt ennyire tudatos azért, tehát nem egy ilyen matematikai precizitással eldöntött folyamat volt. Tehát így kóstolgattuk egymást. De aztán ugye később, amikor végeztél, akkor mindjárt jelentkeztél PhD-ra is. Hát igen, kacifántos utam volt. Azt hiszem, egy picit elméletiben megindultam, és még most is annak tartom magam is. Ráadásul meg azt gondolom, mindig szoktam ezt mondani, hogy építész, még egyetemistaként mindig az járt a fejembe, hogy milyen jó lett volna a modernizmus korában születni Le Corbusier, Mies van der Rohe, Breuer, Marcel, hogy ez mekkora kor volt, hogy milyen fantasztikus időszak volt, abszolút forrongott az építészet, és aztán egy idő után rájöttem, hogy mi is egy ilyen korban élünk, úgyhogy így fokozatosan lépésről lépésre, gyakorlatilag a PhD során, de több helyen megfordulva jutottam el végül is az urbanisztikáig. Tehát egy ilyen folyamatos útkeresés volt, ami az építészetből indult, csak egyre inkább azt láttam, hogy ez a kor, amiben élünk, az sokféle módon rajzolta hát azt a közeget, ami az építészetnek a közege, és az embernek mindig egy picit tovább kellett lépnie, és mindig egy picit a szakterülete mögé kellett néznie. Téged soha nem mozgatott az a... Nem volt az motivációd, mint általában mondjuk, aki elmegy építésznek, hogy tervez valamit, létrehoz valamit, és utána ugye ezt az ő neve fogja fémjelezni. Tehát ugye a nagy építészeket arról jegyzik meg, vagy arról maradnak fönn építész, vagy nagy várostervezőket nagyon nem szokták emlegetni, hogy nagy urbanisztikai tudós volt. Hogy akkor ezt téged soha nem mozgatott, hogy te is majd fölhúzol hatalmas felhőkarcolókat, és alá van írva, hogy tervezte Csaba Derzs? Biztos, hogy van egyfajta
narcisztikusság talán, vagy önmegvalósítás, vagy egyfajta, inkább talán egyfajta vonzalom között az objektum között, amit te létrehozom, és közte. Tehát, hogy van egy ilyen erős érzelmi viszony, de én azt hiszem, hogy nem ilyesmi alkat vagyok. Tehát én szerettem általában csapatba dolgozni, mert én szerintem egy sokkal izgalmasabb dolog. Tehát egy jó csapatba dolgozni az egy nagyon szóval sokkal izgalmasabb inger közeg, sokkal inspiratívabb inger közeg, és egy picit mindig ez is volt az egyik motiváció, amikor az alapvetően egy személyes építészeti játékból az ember elkezdett kilépni egy picit az urbanisztika irányába, ami egy sok szereplős játék. Uh-huh. Ugye a tanulmányod során sok csomó helyen jártál külföldön, meg tanultál is ugye a Kolumbián is, ezekről az útjaidról mesélj kérlek. Hát érdekes, mert azt hiszem, hogy sokféle véletlen játszott ebbe közre. Tehát amikor a Fulbright ösztöndíjra beadtam a pályázatomat, akkor úgy éreztem, hogy az esélytelenek nyugalmával teszem mindezt. Maga már a pályázat izgatott, tehát hogy... Ennek a témája vagy? Nekem kellett meghatároznom egy kutatási témát tulajdonképpen, ami pont erről az építészetnek a kontextusáról szólt, inkább a városépítészet irányába indult el, és úgy tűnt, hogy igen, tehát hogy egyszer csak sikerült, és nyilván voltak interjúk közben, meg opponencia, később találkoztam is az opponensemmel, aki egy a Harvardon végzett jezsuita lelkész volt tulajdonképpen, aki Magyarországon akkor a Szent József kollégiumot indította el, ami az egyik legprogresszívabb közösségi tervezési műhely volt tulajdonképpen. De érdekes, pontosan nem tudom, hogy sokat beszélgettünk utána, de nem... Azt nem kérdeztem meg, hogy miért választott engem, tehát ezt nem tudom a mai napig se, de egyébként tartjuk a kapcsolatot. És akkor hogyan alakultak kint a dolgaid? Hát a Kolumbia Egyetem az egy elég nívós egyetemnek számít, tehát egy nagyon nagy lépés volt. Egyik pillanatra a másikra bekerülni egy nagyon elismert, meg számon tartott építész egyetemi műhelybe, egy vidéki kisvárosból megköltözni egy olyan nagyvárosba, aminek a lakossága annyi, mint egész Magyarország. Tehát, és így furcsa is volt. Tehát a mai napig emlékszem az első napra, illetve az egész kihívás az gyakorlatilag egy pár nappal azelőtt esett le bennem, mielőtt elindultam volna. Tehát egy-két nappal előtte jöttem rá, hogy jó jég, át fog menni az óceán másik partjára, és ott leszek egyedül, és senkit nem ismerek, és be kell illeszkedni egy olyan közegbe, amiről addig csak olvastam. Tehát azok az emberek, akik most így a kortárs építészetnek meghatározó figurái, azok ott úgy jöttek-mentek. Úgyhogy nem volt kis kihívás, de egy nagyon izgalmas tapasztalat volt. Nagyon izgalmas. Meg maga New York is, tehát nagyon, nagyon sok, nagyon jól élhető város. Én azt hiszem, hogy az amerikai városok közül talán az egyik legvonzóbb. Tele vagyok ilyen hétköznapi történetekkel, ami úgy nagyon jól illusztrálja New Yorkot. Egyet elmondhatok. Persze. Egyik reggel rohantam a busz után, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a busz így látja, hogy én rohanok, és nem lassított, hanem még direkt rá is gyorsított. És hát beértem végül is, a busz egy ilyen kicsit ilyen farolva megállt a busz megállóba, és így felszálltam, még ziháltam, nem hallottam semmit, csak azt láttam, hogy a buszsofőr vagy egy mikrofonba beszél, és így lépésről lépésre jöttem rá, hogy ő tulajdonképpen a 100 méteres futást közvetítette, és én voltam a futó ebben a történetben, és utána megkérte a közönséget, hogy akkor tapsolják meg a győztest, és én felszálltam, és megtapsoltak alapvetően latin-amerikai nyugdíjas hölgyek.
És egyébként ott meg is ismerkedtem egy hölgyel, aki elmondta, hogy épp most jött vissza Mosó-Magyaróvárról. Uh-huh. Egyébként ott az építészetében New Yorknak tapasztaltál olyan dolgokat, hogy amit mondjuk lehetne hasznosítani, vagy hogy lehet ilyen sűrűn mégis jól élni, mert azt mondtad, hogy élhető város, hogy akkor ez hogyan össze a kettő, hogy mégis sűrű és mégis élhető. Érdekes, New York egyrészt nagyon más lépték, tehát egy más, nagyon, nagyon más műfaj egy metropolis meg egy 150 ezeres közép globális léptékben alapvetően kisváros, de egy szempontból viszont nagyon hasonló, hogy annak ellenére, hogy New York egy nagy alma, de gyakorlatilag ilyen Pécs léptékű kis milliókból áll. Tehát amikor először följöttem a metróból a Broadway-en, és így körbenéztem, épp ott ment el mellettem egy hölgy, és így látta a tanácstalanságomat. És így megkérdezte, hogy drágám, segíthetek valamiben? Tehát egy ilyen, abszolút van egy ilyen közeli arca New Yorknak, meg egy-egy negyednek van egy ilyen közeli arca. Tehát nem egy ilyen, nem vagy annyira elveszett, mint amennyire gondolnád. De nagyon, nagyon izgalmas egyébként kulturálisan is, mert hogy városi kulturálisan is, tehát egy borzasztóan sokrétű, sokféle városi kultúra van, amihez képest egy kicsit furcsa is, hogy nálunk ilyen relatíve homogén társadalom van. Tehát egész más számít New Yorkban extrémnek, vagy extrém viselkedésnek, mint amilyen mondjuk egy itteni városban. Mert hogy akkora a kulturális sokszínűség, tehát praktikusan nincs olyan náció, aki ne fordulna meg New Yorkba, vagy ne lenne jelen New Yorkba. A londoni iskolát azt már, hogy a doktori idő után kezdted el? Ez egy picit inkább kalandoztam, tehát így elindult ez a doktori iskola folyamat, amiben én magam is kerestem azt, hogy mivel akarok foglalkozni, és ez folyamatosan változott. Uh-huh. Ez elindult olyan 2003 körül, és közben jöttem, mentem. Uh-huh. Először Amerikába, és aztán pedig Londonba. És persze egyre pontosabbá vált ez a kép. A Columbia Egyetem az kevésbé volt egy tudatos választás, a London Egyetem az egy elég tudatos választás volt. Tehát akkor már tudtam, hogy alapvetően nem a hardware érdekel már, hanem a szoftver, tehát nem az a fizikai környezet, amivel általában az építészek foglalkoznak, hanem inkább azok a rendszerek, amik ezt létrehozzák. Uh-huh. És az már egy egészen speciálisan ezzel foglalkozó képzés volt. Aztán hogyan lehet olvasni róla, hogy egy csomó projektben, meg programban részt vettél, meg külföldi projektekben is, ezek hogyan jöttek? Hát minden alkalommal, amikor elmentem, akkor is egy kicsit az is benne volt, hogy bizonytalan voltam itt, vagy bizonytalannak éreztem a helyzetemet itt. És minden alkalommal, amikor visszajöttem, akkor is volt egyfajta bizonytalanság. Tehát, hogy egy elég hosszú útkeresésről van szó tulajdonképpen. Tehát nem csak a területet kerestem, amivel foglalkozni szerettem volna, hanem a helyemet is ebben a rendszerben, és ebből fakadóan elég sokféle helyzetben dolgoztam, elég sokféle cégnél dolgoztam a Stúdió Metropolitánának Pesten, amely a Városfejlesztési Társasága alapvetően a Duna stratégiával foglalkoztam, Budapestnek a Duna stratégiájával, uh-huh. de dolgoztam klasszikus építészként is itt egy pécsi irodában, csináltam szabályozási, részt vettem szabályozási terv készítésében is, tehát hogy egy elég sokféle spektrumot, szakmai spektrumot bejártam már, mire végül ide kerültem. És aztán nem tudom, hogy ez hogyan alakult tovább, hogy mikor volt az, hogy te végképp azt mondtad, hogy most itt Pécsen fogsz dolgozni, mondjuk nem tudom, előbb kezdjél tanítani a pollákon, mint hogy... Mármint a tanítás, ez gyakorlatilag amióta doktorandusz vagyok, azóta valamilyen típusú oktatási tevékenységben mindig részt vettem, meg azt hiszem, hogy
hogy ezt mindig is nagyon szerettem csinálni. Tehát ez egy ilyen... Fontos számodra, nagyon hogy az oktatás minősége vagy... Nagyon sok szempontból töltekezés, tehát szakmailag is töltekezés. Tehát ez a fajta helyzet, ez a fajta absztrakt szituáció, hogy szabadon gondolkozhatsz dolgokról, viszont ezt relatíve összeszedettem, meg rendezetten teszed. Tehát, hogy így volt egy olyan, mindig volt egy olyan lába az életemnek az oktatással, amivel tudtam szakmailag is építkezni. Tehát nem csak alkalmazta azt a tudást, hanem volt egy ilyen oda-vissza játék ebbe a történetbe, ami nagyon egyrészt jól esett, másrészt meg úgy éreztem, hogy jól jön. Tehát tudtam egy folyamatos építkezést csinálni ezen keresztül. Mikor jelentkeztél, hogy beadtad a pályázatodat, hogy erre a városi főépítészi posztra, akkor már azt gondoltad, hogy megtaláltad a helyet, vagy az még az útkeresés része volt? Vagy egyébként, hogy miért adtad be? Ez egy érdekes kérdés, sokat is gondolkoztam ezen, de tehát egyrészt úgy éreztem, hogy értem azt, hogy változik a főépítésznek a szerepe, miről szól a főépítés szerepe. Ugye ezt az egész pozíciót, meg a tervezést nagyon átrajzolt ez a demokratikus átalakulás és az elmúlt 20 év, és engem alapvetően ez izgatott, hogy mi történik a szakmámmal, mi változik a szakmámmal, azzal, hogy mi egy demokratikus társadalomban igyekszünk ezt művelni, azzal, hogy egy piacgazdasági környezetben igyekszünk ezt művelni, azzal, hogy egy relatív decentralizált helyzetben akarjuk ezt művelni. Tehát ez az egész közeg nagyon átalakította azt a fajta, most nem jut jobb szó eszembe, mint azt a fajta isteni szerepet, mondjuk, mint ami Le Corbusier életében volt. Le Corbusier egy városrészt lerajzolt maga, egy megalapozott gondolatmenet alapján, de valójában ezt ő teremtette, és ez a fajta szerepfelfogás, ez nagyon megváltozott azzal, hogy elindultunk ebbe az irányba. És egyrészt úgy éreztem, hogy van egy fajta munícióm erről a történetről, tehát van mondani valom arról, hogy miről szól ez az átalakulás, van mondani valom arról, hogy milyen módon kell megfogalmazni a főépítésznek a szerepét. Másrészt pedig úgy éreztem, hogy elég sok olyan típusú szerepben voltam már, ami a főépítés szerepében egy össze van gyúrva. Tehát azzal, hogy építészeti léptékű feladatokkal kellett foglalkoznom, azzal, hogy fejlesztési típusú dolgokkal kellett foglalkoznom, azzal, hogy szabályozási típusú dolgokkal kellett foglalkoznom, ez adott egyfajta horizontot, amiről azt gondoltam, hogy kipróbálhatnám élőben is. És hát nyilván az ember ilyenkor a sorsra bízza azt, hogy elfogad-e ez engem, ez a közeg ebben a pozícióban vagy sem, és úgy tűnt, hogy elfogad, illetve hát legalábbis az esélyt megkaptam erre. Nem tudom, Polákon most tanítasz még amellett, hogy főépítész vagy? Igen. Hogy tudod beosztani így az idődet, hogy itt is, ott is? Hú, nagyon nehezen. Nagyon nehezen, de nem akarom feladni az egyetemet, mert pont emiatt, amit mondtam, hogy ezek nagyon jó töltekezések. Tehát amikor az ember egy picit be van zárva egy a szigorú realitásnak a rendszereibe, akkor időnként jól jön az, hogy ebből kibillenhetsz, és csak szakmai dolgokkal foglalkozhatsz. Meg egyébként pedig meg azt gondolom erről a tanításról, hogy az a fajta szerep, amiben most a főépítész van, az sokkal közvetlenebb viszonyt feltételez azokkal a szereplőkkel, akivel dolgozol. Tehát én nem állítom, hogy egy ilyen zseniális társasági vagy közösségi ember vagyok, vagy média ember lennék, de igyekszem olyan típusú szerep, tehát úgy igyekszem úgy felfogni ezt az építés szerepét, mint aki azokkal, akiknek a világát alakítja, azokkal igyekszik együttműködni, meg kommunikálni. Tehát, és ez a fajta viszony, ez teljesen
tehát jól felkészít a tanítás ebben a sztoriban, nem az okítás, hanem csak az, amikor az ember szakmai dolgokról kell, hogy beszéljen, nem szakembereknek. Aha. És ezek ilyen ügyekből kifolyólag is, ami egyébként szerintem az egyik nagy problémája a szakmáknak, tehát hogy nagyon nehezen megközelíthető azoknak az embereknek a számára, akiknek az életét nagyon mélyen befolyásolja az a munka, amivel mi foglalkozunk. Tehát kell tudni közvetíteni, vagy kellene tudni közvetíteni. És már így át is hajoltál a következő kérdésembe, ami ugye azt írtad egy tanulmányodban, hogy újra kell definiálni a tervezés fogalmát. És hát, hogy mik volnának azok a szempontok, amiket te fontosnak tartasz, amik szerint szerinted tanítani, vagy tervezni, város tervezni kell, vagy kéne? Sok szempontból, de ez melyik munkám volt, vagy melyik munka volt, tudod így véletlenül? Hát az egyik építészeti magazinban jelentez meg, és abban olvastam, hogy ugye ezt csak így kiragadtam, de hogy ugye erről írtál. Van egy dolog, ami szerintem most a főépítészi helyzetem szempontjából is fontos. Ugye az építész alapvetően a hardware-rel foglalkozik, tehát az a fizikai megfogható közeggel foglalkozik, és most abszolút nem ezt a korszakot éljük. Tehát most túl vagyunk azon, hogy nagyon sok betont beépítünk, és építünk, és nem tudom, micsoda. Most sokkal inkább a szoftverről van szó, tehát erről a városi közösségről, vagy közegnek a működéséről, aminek a működésében az építészet csak egy eszköz. Tehát most egy ilyen, ebből a szempontból is egy ilyen paradigmaváltásnak a korszakát éljük. De hogy mik azok az elvek, amiket te mondjuk saját magadnak szeme előtt tartasz, amik szerint te, nem tudom, hogy megy a város tervezés, hogy ahogy elképzeled a város jövőképét. Vagy mi szerint kell? Vagy mik azok a pontok, nem tudom, vagy kulturális, vagy egyéb szempontok, amiket neked figyelembe kell venni? De van egy másik szempont, ami lehet, hogy szintén válasz erre a kérdésre, az, hogy sokan úgy fogják föl az építészetet, vagy a városépítészetet, vagy a városfejlesztés, hogy ez egy szakmai kérdés. Uh-huh. Tehát, hogy van olyan, hogy steril szakmai kérdés, és akkor én ezt rajzosztónál ezt kitalálom, hogy mi a racionális válasz ezekre a kérdésekre, de én szerintem nem, ez nem erről szól. Tehát sokan kérdezik, hogy most mennyire hogy ez a közeg engem kibontakozni szakmailag. És mindig azt szoktam mondani, hogy a városfejlesztés az egy várospolitikai tevékenység, a városfejlesztés az egy társadalompolitikai tevékenység, a városfejlesztés az egy gazdaságpolitikai tevékenység, ami tele van értékekkel, vagy értékkülönbségekkel, érdekekkel és érdekkonfliktusokkal. És az én felfogásomban egy kicsit föl kell állni az asztaltól, és bizony ezeket az érdekkonfliktusokat, vagy értékkülönbségeket meg kell próbálni feloldani. Tehát kell egyfajta konszenzust építeni, és ez egy egészen újfajta eszközkészletről szól. Tehát itt felértékelődik az, hogy te mennyire vagy nyitott más város számára, városi élet szereplőinek a fejében lévő értékekre, mennyire vagy nyitott ezekre, hogyan tudod ezeket a érdekkonfliktusokat feloldani. Tehát ez egy másféle tervezési felfogás. Igen. És ezt hogyan lehet megvalósítani, vagy hogyan szándékozod, hogy megkérdezel mindenkit a városban, hogy amennyire lehet fórumokat indítani, hogy kinek mi az elképzelés, vagy mit szeretne látni, vagy... Ez egy nehéz kérdés, mert nyilvánvalóan itt a szélsőségek között kell egy jó egyensúlyt találni. Tehát a között, hogy a rajzasztal mellett születik meg egy terv, és nem kérdezel meg senkit, meg a között, hogy mindenkit megkérdezel mindenről. Tehát itt az embernek föl kell építeni, és ezt egy tudatos párbeszéddé kell, egy tudatos párbeszédet kell létrehozni, amiben tudod, hogy kitől mit kérdezel, és miért kérdezed. Tehát
És azt hiszem, hogy, ugye elindultunk abba az irányba, hogy, akkor kéne csinálni egy... Tehát vannak a tervezésben olyan irányzatok, akik arra gondolnak, vagy úgy gondolkodnak, hogy mindenkitől mindent meg kell kérdezni, meg olyanok is vannak, hogy akik azt gondolják, hogy a szereplők nem szakmailag eléggé felkészültek, ezért nem kompetensek egy párbeszédben. Én azt mondom, hogy a kettő között kell egy egészséges egyensúlyt megtalálni, és nyilván itt nincsenek receptek ebbe a történetben, mert itt arról van szó, hogy nekünk konkrétan egymással kell tudnunk beszélni. Uh-huh. És ez sok szempontból nem teljesen szakmai folyamat. Most például elkezdtünk beszélgetni a kiállítói üzlet tulajdonosokkal, hogy közösen próbáljuk meg a belvárosnak a problémáját körüljárni például. Uh-huh. És ezek nem egy általános receptúra szerint haladunk, hanem egymással beszélgetünk, és egymást inspiráljuk ebbe a történetbe. És részben így jön létre, egyfajta személyes viszonyból jön létre tulajdonképpen az együtt tervezés, vagy az együtt gondolkozás. Uh-huh. Igen. Milyen, nem tudom, hogy mondhatsz egyet, vagy lehet-e, vagy nem tudom, hogy milyen terveid vannak, vagy terveitek vannak még, mondjuk a Király utca programon kívül a Pécs városában? Többféle kezdeményezés van. Én igyekszem ezt egy picit rendszerszerűen végiggondolni. Tehát a legtágabb kezdeményezés, amiben részt veszek, az a városfejlesztési koncepciónak a kérdése, amiben tulajdonképpen most Pécsnek a fejlődési lehetőségeit kell megtalálni, és egy jó fejlődési célt kell kitűzni. Tehát az alap. Tehát picit meg kell nézni, hogy hol tartunk most, és hogy tudunk előre jutni. Ez a fejlesztési koncepció a legtágabb vállalkozás, amiben tulajdonképpen részt veszek. Ennek egyik eleme az, hogy például, hogy e kapcsán a belvárosnak a kérdése fölmerül, és ebben kellene egy újfajta szemléletet bevezetni, és egy újfajta kormányzási gyakorlatot meghonosítani, egyfajta együttműködést a városi szereplők és a nem városi szereplők között. És egy másik lába ennek a dolognak pedig az, hogy a fejlesztési koncepció egy csomó kutatás-fejlesztés kérdést vet föl. Tehát új utakat kell törnünk, új irányokba kell elindulnunk, és e kapcsán viszont célszerű lenne az egyetem és a város között egy szorosabb együttműködést létrehozni. Van egy nagyon sokféle együttműködés van, de valahogy azok a fajta kutatási tevékenységek, vagy tervezési tevékenységek, vagy azok a fajta tevékenységek, az egyetemnek a tevékenysége, vagy nem nehezen tudott beépülni a város működésébe, nehezen tudott a város élni azzal a lehetőséggel, hogy az egyetem itt van, és az egyetem pedig nehezen tudta a teljesítményét integrálni a városnak a fejlődésébe. Én ezt ugye nyilván ebben az is benne van, hogy én ezt láttam, ezt a folyamatot belülről is egy picit. Tehát amit az egyetem részéről is, meg most meg a város részéről is. Tehát ez a három olyan nagyobb vállalkozás, amivel most az időm jelentős részét töltöm. És ezeket próbálom terelgetni, meg együtt működésbe hozni, mert valójában most egy picit mindent egy lapra teszünk föl, tehát egy puzzle-t elkezdtem összerakni, uh-huh. és nyilván nem egyedül, tehát most nem, azt hiszem, hogy illetlen volt ez az első személy, tehát így pont ez az érdekes ebbe a dologban, hogy ez egy több szereplős játék, uh-huh. és valahogy azt kell elérni, hogy azok a szereplők egymásra találjanak, és jó cinkostársaim vannak ebben minden irányban, és jó értelemben cinkostársaim. Tehát úgy érzem, hogy van egyfajta momentum jelen pillanatban, tehát van az emberekben egyfajta nyitás, vagy én legalábbis úgy tapasztalom, hogy azok között, az emberek között, akikkel eddig együttműködtem, van bennük egyfajta együttműködési készség is. És eddig még ez a fajta bizalom, amit próbáltam belevinni ebbe a szerepkörbe, ez mindig így csak
dúzzad bennem is, tehát hogy majd meglátjuk, hogy mire jutunk, tehát nem tudom. Hát reméljük, hogy sikerrel járnak a terveid. Köszönöm a nézőknek a figyelmet, hogy itt voltak, és neked is, Ders, hogy te is itt voltál. Én köszönöm. Viszontlátásra.